Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Paks 2. A kormány a csúszás minimalizálásán dolgozik. Triázsrendszer. Szekszárdon már 7 éve működik a sürgősségi ellátásban bevezetésre váró program. Cukorbetegség. Háromszor annyi beteg diabéteszes, mint 30 éve. Megemlékezés. A Doni áttörés hősei előtt tisztelettek Szekszárdon. A Tornatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A kormány folyamatosan dolgozik azon, hogy a paksi atomerőmű bővítése kapcsán előállt csúszás minél kisebb mértékű legyen. Ezt Orbán Viktor nyilatkozta csütörtökön a kormányinfón. A miniszterelnök újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, a tervezetnél valóban lassabban halad a bővítés előkészítése, amiről az uniós engedélyeztetési folyamatok tehetnek. Orbán Viktor egyúttal hangsúlyozta, hogy az új paksi atomerőművi blokkok előkészítő munkálatairól folyamatosan egyeztet Jánossal, a bővítésért felelős tárca nélküli miniszterrel. Legutóbb szerdán került sor ilyen megbeszélésre a kormányfő és a bővítésért felelős miniszter között. Mi azon dolgozunk, hogy a csúszás, amely már előállt a kivitelezésnél, az minél rövidebb legyen. A csúszás egyik oka az az volt egyébként, hogy egy bonyolult európai közbeszerzési eljárás kellett lefolytatni, és ez hosszabbra sikerült, mint hogy szerettük volna. Tehát késés kétségkívül van. A szerződéses feltételek módosítása ma nem tűnik szükségesnek. Nőtt a magyarországi bruttó villamos energiafogyasztás tavaly a MAVIR Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT honlapján megjelent adatok szerint 2018-ban 0,8%-kal bővülve elérte a 45,4 terawattórát. Egy évvel korábban a villamos energiarendszer bruttó felhasználása még alig több, mint 45 terawattóra volt. A tavaly felhasznált villamos áram kétharmadát a hazai erőművek állították elő, a megtermelt 31 terawattóra azonban 3,4%-kal kevesebb, mint 2017-ben. Az import aránya emelkedett, a teljes felhasználáson belül 32% volt 2018-ban, míg 2017-ben 28,5%. A bruttó csúcsidei rendszerterhelés 2018. december 19-én 6869 megawattal rekordot ért el. Ez azóta 2019. január 8-án megdőlt, amikor 6884 megawattra emelkedett a villamosenergia rendszer negyedórás átlag teljesítménye. Petefészekrákra, mellrákra, prostatarákra is jár adókedvezmény 2019. január 1-től. A havi 7450 forintos összegű kedvezményt akkor tudja érvényesíteni a magánszemély, ha orvosi igazolással bizonyítja betegségét. A kedvezmény nem csak havonta, hanem egy összegben az éves adóbevallásban is érvényesíthető. Itt sorolja ebben a rendeletben a betegségeket, és akkor ezek azok, amiket kiegészítették. A személyi jövedelemadóról szóló törvény 40-es paragrafusa rendelkezik arról, hogy a tartósan beteg személyek adókedvezményt kaphatnak. Az, hogy milyen betegségek után jár ez a kedvezmény, egy kormányrendelet határozza meg, ami idén több betegséggel egészült ki. Mózsik Szilvia, az adóhatóság Tolna megyei szóvivője épp azt mutatja, hogy már nem csak laktózérzékenység, hanem például mellrák, méhnyakrák, továbbá petefészek, here, prostata rosszindulatú daganata esetén is jogosult az ember a kedvezményt érvényesíteni az összevont adóalap adójából. A kedvezményt azok a magánszemélyek érvényesíthetik, akik rendelkeznek az a súlyos fogyatékosság minősítéséről szóló orvosi igazolással, vagy pedig a rokkantsági járadékra, illetve a fogyatékossági támogatásra jogosító határozattal. Ezt az orvosi igazolást a szakambulancia, vagy pedig a kórházi osztály szakorvosa állíthatja ki, illetve az ő orvosi dokumentációjuk alapján a házi orvos is kiállíthatja az igazolást. Ez azt jelenti, hogy az érintettek súlyosan fogyatékos magánszemélynek minősülnek, így ha erről orvosi igazolásuk van, az állapot kezdő napjának hónapjától, ezen állapot fennállása idején havonta kaphatják meg a kedvezményt, ami az érvényes havi minimálbér 5%-a. Ez idén 7450 forintot jelent.
Fontos az, hogy a kedvezmény többféleképpen érvényesíthető. Vagy a munkáltatónak, illetve kifizetőnek leadott adóelőleg nyilatkozat alapján havonta a fizetendő adóelőlegből, de például a magánszemély dönthet úgy is, hogy egy összegben az éves adóbevallásában érvényesíti. Fontos az, hogy ezt sem az adóelőleg nyilatkozathoz, sem a bevalláshoz nem kell az orvosi igazolást, illetve a határozatot csatolni, hanem ezeket meg kell őrizni a magánszemélynek. A tartós betegségek listája 2009 óta nem módosult. Most az Együtt Könnyebb Női Egészségért Alapítvány közbenjárásáról kerültek bele újabb tételek. Biciklist akart kikerülni egy sofőr Szekszárd és Őcsény között, ám az autó megcsúszott és az árokba csapódott. A balesetben a sofőr sérült meg. Az eset körülményeit a szekszárdi rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya vizsgálja. Ezen kívül még 10 baleset történt Tolna megye útjain a héten. A rendőrség fokozott figyelmet kér a közlekedőktől. A sürgősségi ellátásban januártól bevezetett úgynevezett triás program egy Kanadában kidolgozott és használt módszer. A Balassa János Kórházban már 2012 óta ezzel a rendszerrel rangsorolják az ellátásra váró betegeket. A szakemberek véleménye szerint ennél jobb módszert még nem találtak ki. Ebben a helységben sorolják a sürgősségük szerint a betegeket. A triás egy kanadai rendszer, mely alapján néhány perc alatt szakmai protokollok alapján megállapítható, kinek mennyi idő alatt kell ellátásba részesülnie. A rendszer országos bevezetésre vár, ám Szekszárdon 2012 óta így dolgoznak. Az eltelt időszakban újítás történt és fejlesztési igény fölmerült, hogy rövid használat után látszott, hogy ez papír alapon vezetve nem praktikus, nem követhető, nem statisztikázható, nem vonhatók le következtetések ezekből az adatokból, ezért egy informatikai fejlesztés is történt hozzá néhány évvel később, az osztály indulását követően, tehát gyakorlatilag azt az előírást, amit most rendeletileg is kötelezővé tettek, ezt a mi kórházunk már több éve biztosítani tudja. A rendszer egy 5-fokozatos skálán rangsorolja a betegeket. Az 1-től 3-ig besoroltak legkésőbb negyed órán belül ellátásra kerülnek. Aki 5-ös, az sokszor órákat ül a váróban. De a rendszerben még az is benne van, hogy ilyenkor, ha még több súlyos, kritikus állapotú beteg jelentkezik, akkor újra triázsoljuk, ezt retriázsnak hívjuk, és akár 4-6 órát is hivatalosan lehet úgy várakozni, hogy addig még nem kap ellátást a beteg. De több olyan eset van, amikor, hogyha a házi orvosához fordulna, akkor valószínűleg kevesebb várakozási idő alatt el lenne látva. Viszont amikor fontos és az időfaktor nagyon számít, olyan problémák lépnek fel, tehát valakit újraélesztenek, sztrókot kap, infarktust, ilyen esetekben ki tudjuk válogatni a hozzánk forduló betegek közül azokat, akik azonnali segítségre szorulnak. Ennél jobb rendszert még nem találtak ki, állítják a szakemberek. A triázt ellátó és kezelő ápolókat külön tanítják a besorolás ellátására. Szekszárdon erre folyamatosan képzik a szakszemélyzetet. 30 év alatt megháromszorozódott az egyes típusú diabétesszel diagnosztizált gyerekek száma Magyarországon, ami évi 250-300 új beteget jelent. Az egyik szekszárdi gyerekorvos is visszaigazolta, egyre több gyerek küzd ezzel a krónikus gyermekbetegséggel. Ezt ugye bele kell dugni a vizeletbe, kell várni 10-15 másodpercet, és utána ezen a dobozon van egy normál színskála. És ehhez össze kell hasonlítanunk, hogy a vizeletbe mártás után ezek hogy néznek ki. És abban az esetben, hogyha cukor van benne, akkor a cukros rész elszíneződik. Győri Gábor, szekszárdi gyermekorvos éppen azt a vizeletvizsgáló testcsíkot mutatja, amit akkor használ, ha valakinél felmerül például a magas cukor gyanúja. Például, ha a gyerek nagy mennyiségű folyadékot iszik, állandóan éhes, mégis csökken a súlya, és aceton szag veszi körül. A fáradékonyság, a hasi diszkomfort érzés,
lányok esetében a nemi tájéknak a gyulladása, viszketése, illetve mondjuk az elhúzódó sebgyógyulás is ezen tünetek közé tartozik. Míg 30 évvel ezelőtt 100 ezer gyermek közül csak 7 volt egyes típusú cukorbeteg, mára ez a szám 20-ra emelkedett, azaz minden 600 magyar gyermek közül egy diabéteses lesz, mielőtt betölteni a 15. életévét. Korábban jellemzően a 10-14 éveseket érintette a betegség, ma viszont gyakran jelenik meg a 6 év alattiak körében. A 22 éve praktizáló Győri Gábor is ezt tapasztalja. Amikor én 22 éve elkezdtem ebben a körzetben dolgozni, akkor egy gyerekkori cukorbetegséggel küzdő gyerkőcünk volt. Jelen pillanatban ebben a praxisban 4 is van. Igen, észleljük sajnos ezt a tendenciát mi is. Az egyes típusú cukorbetegségben a betegek hasnyálmirigyében az inzulint elválasztó Langerhans szigetek bizonyos sejtjei pusztulnak el. Ennek következtében nem termelődik inzulin, ami inzulin hiányhoz vezet. A szigetsejtek pusztulását autoimmun folyamat okozza, a kiváltó ok azonban a mai napig nem ismert. Jelenleg a világon a 15 év alatti egyes típusú diabéteszben szenvedő gyermekek becsült száma közel 500 000, és évente körülbelül 80 ezer új esetet regisztrálnak. 76 éve, hogy a második magyar hadsereg súlyos vereséget szenvedett a Don partján, a magyar történelem egyik legsúlyosabb tragédiájáról pénteken emlékeztek meg Szekszárdon. Fegyver! Tölts! Puskát! Vál! Hozz! Tűz! Katonai sortűzzel emlékeztek a Doni áttörés áldozataira Szekszárdon. 1943. január 12-én indultak meg a harcok, amik a magyarság számára a II. Világháború legtöbb áldozatot hozó összecsapásait hozták el. A több mint 200 ezer magyar katona közül 150 ezernél is többen voltak, akik a csatamezőkön vesztették életüket, lettek sebesültek vagy estek fogságba, közülük sokan Szekszárdról indultak harcolni. Körülbelül 250 olyan szekszárdi volt, aki vagy munkaszolgálatosként, vagy katonaként vett részt az ottani küzdelmekben, aztán esett hadifogságba, elesett, tehát lényeg az, hogy nem tért már vissza Szekszárdra, és 250 család őrzi azóta az emléküket. A Donkanyarban a szovjet áttörés a magyar hadsereg teljes széthullását jelentette. Az óriási orosz túlerő elkerülhetetlenül térdre kényszerítette a honvédeket. Az, hogy így összejövünk és mi közösen Szekszárdon megemlékezünk, köztük azokkal is, akiknek a családtagjai ott voltak, azt gondolom, ez mindenféleképpen a város közösségét erősíti. A harcok során az elesettek és a fagyhalál áldozatainak számát 47 ezerre becsülik, a munkaszolgálatosok vesztesége 15 ezer fő, és mintegy 90 ezer katona esett fogságba, az áldozatokra koszorúzással emlékeztek Szekszárdon. A tolnai rendőrös csoport parancsnoka lett az év Tolna megyei iskola rendőre idén. Losonci Imre Géza Budapesten Halmosi Zsolt országos rendőrfőkapitány helyettestől vehette át az elismerést. Az ORFK Országos Baleset Megelőzési Bizottsága 2008-ban indított iskola rendőre programot, aminek a célja a kisiskolások biztonságos balesetmentes közlekedésének, szabálykövető magatartásának elősegítése, közlekedési ismereteik bővítése. Paksváros önkormányzata lakossági fórumra hívta lakóit, mert megkezdték a települési arculati kézikönyv előkészítését, melyre várják a javaslatokat. Intenzív érdeklődés kísérte a fórumot, melyen számtalan felvetés és javaslat hangzott el. A Városházán tartott lakossági fórumon számos kérdés és felvetés hangzott el a lakosság részéről. Többek között fordítanak-e rá elég időt, és vajon a lakosság javaslata gyümölcsöző lesz-e? Azt látjuk, hogy a helyben élő, helyben dolgozó építészeknek is eléggé határozott véleményük van. És bár maga az arculati kézikönyv elsősorban a lakosság felé szolgál, tehát a lakosság számára érthető nyelven kell, hogy megszólaljon, de a benne lévő tartalomnak ugyanakkor szakmailag nyilván megalapozottnak kell lenni. A településképi arculati kézikönyv Paks bemutatásával, az értékek megismertetésével és az útmutató résszel tárja fel az épített környezet szépségeit az atomvárosban. Ezt a lakossággal folyamatos együttműködésben kívánják megvalósítani, így további lakossági fórumokra lehet számítani ebben a témakörben. Várják a leendő partnerek jelentkezését, véleménynyilvánítását a településképi szempontból meghatározó építészeti műemléki
kitályi és természeti értékekre, valamint a településképi jellemzőkre vonatkozóan. A javaslatokat január 17-ig lehet benyújtani írásban a polgármesteri hivatalban Pakson. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Helyi termékekkel ismerkedtek a diákok, a fogyasztói tudatosságot népszerűsíti az Agrárkamara. Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola díjazták a pécsi Kodály Zoltán kollégiumot. Fotók a múltból, több ezer negatív került elő egy lakáspadlásáról Pécsen. Lekvárt, mézet, sajtot, szörpöt és sok más helyi terméket is kóstolhattak a Siófoki Percelmór gimnázium tanulói csütörtökön. Az intézménybe érkezett ugyanis a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Itthonról Otthonra fóruma. A cél, hogy a jövő generációja tudatos fogyasztóvá váljon. Céklából és almából készült ivólevet kóstolt meg ez az ifjú gimnazista, aki ezelőtt soha nem próbált hasonlót. A fiatalok sok számukra ismeretlen ízt is megismerhettek, a helyi termelők befőtteket, szörpöket, savanyúságokat, sajtokat és mézeket is kínáltak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Itthonról Otthonra elnevezésű fórumán a diákok nem csak a kézműves finomságok, hanem az előadások iránt is érdeklődtek. Mint mondták, sok volt számukra az újdonság. Igazából, hogy milyen változatosan lehet folytatni egy étrendet, én ugyan vegetáriánus vagyok, szóval egy része nem vonatkozott rám, de a zöldségekről még mindig tudtam. Meg új dolgokat, szóval meg gyümölcsökről. Az ilyen fórumokra nagy szükség van, vélekednek a szakemberek, akik szerint a fiatal generáció szinte egyáltalán nem ismeri a hazai és helyi termékeket, termelőket. Az előadás sorozat ezen is próbál változtatni. Minden esetben a családi szokásjog az, ami meghatározza az élelmezésüket, illetve azt, hogy ők mit szeretnek enni. Azt Gombos elnök úr nagyon jól megfogalmazta, hogy az igényeket mindenki meg tudja fogalmazni, a szervezet számára lévő szükségleteket már kevésbé, és ebben van nekünk fontos a szerepünk, hogy ezt megmutassuk nekik. A szakemberek szerint a mai fiatalok nincsenek egyszerű helyzetben. Gombos Sándor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke úgy fogalmazott, az ifjúság sokszor elveszik az élelmiszerek dzsungelében. A hatalmas kínálatban sokszor felnőttként is nehéz eligazodni, csak a legtudatosabb vásárlók tudják eldönteni, hogy melyik áru a legegészségesebb, hiszen a feltüntetett címkék mögött sokszor csak egyszerű marketing fogás áll. Nekünk sokkal egyszerűbb dolgunk volt akkor, mert nem volt az iszonytató kínálat, ez a globális kínálat. Mi helyi tettünk, frisse tettünk, szezonális tettünk, egy szűk választék volt a nasiból is, úgyhogy most ez sokkal nehezebb. Az előadás sorozat tovább folytatódik, a cél, hogy minél több iskolába, óvodába eljussanak. A szakemberek szerint az egészség, tudatos táplálkozás és a helyi termékek fogyasztása a legfontosabb, hogy egy olyan generációt neveljenek, akik helyi termelőktől vásárolnak, biztosítva ezzel megélhetésüket és elősegítve a vidéken maradást. Baranyában elsőként díjazták a pécsi Kodály Zoltán kollégiumot. Az intézmény a fogyasztói tudatosságra nevelő iskola elismerést vehette át. Az ünnepségen kiemelték, a kollégiumban kiemelt szerepet kap a fenntarthatóság, a környezetvédelem és a pénzügyi tudatosság. Fogyasztói tudatosságra nevelő iskoladíjat nyert el a pécsi Kodály Zoltán kollégium. Az elismerést olyan intézmények kaphatták meg, melyek valamilyen módon beillesztik a tantervbe a fogyasztóvédelmet. Az átadó ünnepségen Keszthelyi Nikoletta helyettes államtitkár elmondta, fontos, hogy a fiatalokat minél előbb elkezdjék a fogyasztói tudatosságra nevelni. Ebben Baranyában élen jár a Kodály Zoltán kollégium. A pécsi Kodály Zoltán kollégium az országban az 51. intézmény, aki megkapja ezt az elismerő címet, és jó hír, hogy Baranyában az első ez a pécsi intézmény, aki megkapja a fogyasztói tudatosságra nevelő elismerő címet, és kollégiumként pedig a harmadik az országban, nem gyakran pályáznak kollégiumok, de akkor így az első pécsi intézmény egy kollégium, aki elnyeri a fogyasztói tudatosságra nevelő pályázatot. Dobrás Éva intézményvezető hangsúlyozta, pedagógiai programjukban is kiemelt szerepet kap a környezeti és a fenntartható
fenntarthatóságra való nevelés. Így a pályázatot megalapozta az iskola eddigi tevékenysége. Rendszeresen részt veszünk a pénzhét és a fenntarthatósági témahét programjaiban, és a bűnmegelőzési program sorozatunk keretében pedig a tudatos és felelős internet és média használatra hívjuk fel a figyelmet. Ezek voltak azok az alapok, amely alapján benyújtottuk a pályázatunkat, és természetesen a jövőben pedig további vállalásokat teszünk a fogyasztói tudatosságra nevelés érdekében. A kollégiumban nagy hangsúlyt fektetnek az internetes vásárlás az elektronikus kereskedelem lehetőségeire. Emellett a környezetvédelem és a pénzügyi tudatosság is nagy szerepet játszik a programban, hangzott el az eseményen. Több ponton szigorodik a horgászrend a Balatonnál. Az egyik legfontosabb változás, hogy az éves kvóta felett nem lehet emelt áron sem második területi engedélyt szerezni. Az érintettek nemrég egy horgászkonferencián ismerhették meg a részleteket, többségük üdvözölte a változásokat. Soha nem volt még annyi horgász a Balatonon, mint 2018-ban. 91 ezer területi horgászjegyet értékesítettek tavaly, ezek összértéke 788 millió forint. Ez az előző évhez képest 7%-os növekedést jelent. A legnagyobb bevételt nyilván az éves jegyek hozzák, több mint 22 ezer fő körüli horgász van, aki éves jeggyel rendelkezik. Nyilván nem mind helyi lakos, közöttük is vannak horgászturisták, nyaralóval rendelkezők, akik rendszeresebben járnak le Balatonra, de egyértelmű, hogy többen vannak a darabszámban, a horgászok darabszámát tekintve többen vannak a időszaki jegyet váltók. A társaság idén sem emel árat, így a horgászok már 8. éve ugyanolyan áron válthatnak jegyet. Február 1-től azonban életbe lép néhány változás, amelyet előzetesen a Balatoni Horgász konferencián megismerhettek az érintettek. A többi között az éves kvóta felett, amely 100 darab nemes halat jelent, már nem lehet majd újabb területi engedélyt váltani. Ha egy családban egy ember horgászik, az 100 darab darabkorlátozással védett halat jelent, hogyha csak 2 kilóval számolok egy átlagot, mondjuk ponyból vagy süllőből, akkor az 200 kiló halat jelent, tehát egy család éves halfogyasztása, ez bőven átlag felettinek mondható. Én bőven elégedett lennék egy 50 darabos kvótával is, szerintem a jövőben erre majd talán lesznek is változtatások ezzel kapcsolatosan. További változás lesz még februártól, hogy a Kis-Balatonnál nem korlátozzák majd az éjszakai horgászatot, és engedélyezik a szonár használatát a Balatonon. A halőrök ugyanakkor a szágban akár napokig is gazdátlanul hagyott halakat elkobozhatják, illetve abból visszaengedhetik. Keményebben szankcionálják a jövőben azt is, ha valaki nem vezeti előírásszerűen a fogási naplót, akár egy évre is eltíthatják a balatoni horgászattól. Az 1920-as és 1950-es évek közötti időszakból származó, az akkori pécsi életet bemutató, mintegy 5-7 ezer fotográfiai üvegnegatív került elő egy pécsi belvárosi ház padlásáról. A felvételeket restaurálás után egy honlapon mutatják be, jelentették be az értékmentésben résztvevő felek a Baranyai megyeszékhelyen. Ez az egyik üveglapra készült negatív abból a mintegy 5-7 ezer darabból, amiket egy belvárosi ház padlásán találtak Pécsen. Timár Krisztián, a gyűjtemény tulajdonosa azt mondja, mikor felment először a megvásárolt ingatlan padlására, csak egy poros, letakart halmot látott az egyik sarokban. Akkor érte a meglepetés, mikor a takarót felhajtotta. Egyből felismertem, hogy gyakorlatilag régi üvegnegatívokról beszélünk, ami kb. A 20-as és 50-es évek közé tehető. Első körben lementettük a fotókat. Egy része ilyen állapotban került megtalálásra, tehát még az eredeti dobozába. Sajnos viszont az idők során voltak olyanok, amik kiborultak, talán rájuk is léptek, tehát van egy bizonyos százalék, ami törött. A törött darabokat is össze szeretnék rakni. Krisztián egyébként a NIC galéria vezetője, így szerencsés véletlen, hogy egy hozzáértő kezébe kerültek az üvegnegatívok. A képeket restaurálják, digitalizálják, majd egy honlapon elérhetővé teszik mindenkinek. A januárban már el tudom kezdeni a munkát, akkor február második felében már valószínű lehet látni. A honlap az, mint mondtuk, az ilyen 500 feldolgozott kép után fog elindulni terveink szerint. Azelőtt esetleg a Facebook oldalon
lehet majd képeket látni. Nyilván itt a cél az, hogy minél szélesebb közönség elé kerüljön ez az anyag. A pecsanno.hu oldalra rakja ki a képeket. Itt várják azok jelentkezését, hozzászólásait is, akik felismerik a fotókon a rokonaikat, ismerőseiket. Jelenleg még azt sem tudják, melyik belvárosi fotós műhelyéből kerültek ki ezek a negatívok. Erre szintén választ szeretnének kapni a feldolgozás során. Végül mutatjuk, miről szólt a híradó. Paks 2, a kormány a csúszás minimalizálásán dolgozik. Triázsrendszer, Szekszárdon már 7 éve működik a sürgősségi ellátásban bevezetésre váró program. Cukorbetegség, 3-szor annyi beteg diabéteses, mint 30 éve. Megemlékezés, a Doni áttörés hősei előtt tisztelettek Szekszárdon. A hétvégén borongós idő ígérkezik, délutánonként vékonyodhat kissé a felhőtakaró. Több fokkal fagypont fölé enyhül a levegő, szorványosan lehet kevés szitáló csapadék. Eleinte vegyes halmaz állapotú szitálás, hószálingózás és majd egyre inkább szitáló eső. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!